Sziasztok, Sárosi Péter vagyok, és ez itt a Drog Reporter Café. A mai műsorban Dávid Ferenccel, Fecóval, a Kékpont munkatársával és biopolitikai szakértőivel beszélgetek arról, hogy miként látja a legújabb fővárosi drogtrendeket, és hogyan próbálnak ők segíteni a droghasználók egy leginkább megbélyegzett csoportjának, a designer drogokat fogyasztó, nagyrészt hajléktalan embereknek a fővárosban. Ezt az epizódot még októberben vettük fel a Magyar Addiktológiai Társaság kongresszusán Siófokon. Feri, mi a különbség a között, hogy sorstárs segítő és tapasztalati munkatárs? Szerintem talán az, hogy a sorstárs segítő karaktere az inkább egy ilyen mellérendelő szerep, amiben én jobban látok benne, akár önkéntesként, akár hivatásszerűen inkább a felépülésnek a munkáját, míg a tapasztalati munkatárs nagyon sok esetben már a projektnek a legelején a projektről való gondolkodásban a nulladik pontnál jelen tud lenni, plusz van egy nagyon fontos kapuőr szerepe, illetve képes mondjuk guide-olni valaki terepen, vagy legalábbis. Nálunk a tapasztalati munkatárs az simán lehet aktív drogfüggő, nem akartam ezt a szót használni, simán lehet érintett aktívan ebben a kérdésben. És kaphat fizetést, és lehet bejelentett állása, ami szerintem nagyon fontos. Ami talán tapasztalati szakértő esetében ilyen érdekes, izgalmas kérdés lehet, hogy mennyire erősíti meg a droghasználói életformáját az, hogyha amúgy mi finanszírozzuk mondjuk ezt közvetve. Ha már így nyelvről beszélünk, meg szóhasználatról, te milyen szóhasználatot tartasz megfelelőnek mondjuk az aktív szerhasználókkal kapcsolatban? Használjuk-e azt, hogy drogfüggő, vagy mit mondjunk? De jó, hogy végre lehet erről beszélni. Én most az érintettnél vagyok, és akkor ezt tudom használni bármilyen társadalmi problémában érintett ember esetében. És én is lehetek érintett, egy hozzátartozó is lehet érintett, meg az is, aki használó. Ha lehetséges, akkor a drogszót egyáltalán nem szeretem kiejteni. Nagyon érdekes látni a felépüléscentrikus addiktológia fejlődését az elmúlt 10 évben, hogy mondjuk ezelőtt 10-15 évvel a drogos a szerepel szakirodalomban. És most elképzelhetetlen lenne mondjuk, hogy valakire, hogyha ezt állítom, akkor azt szerintem a buzizásra legyen értékű nagyjából. Tehát ilyen nagyon megerősít, nagyon megbélyegző. A drogfüggéssel, vagy a függő szót sem szeretem használni, hanem inkább a használati zavar. Sokkal jobban leírja ezt. Ez nagyon jó látni amúgy, hogy ez a szakma milyen progresszív módon fejlődik, és bár akár mondjuk az ártalomcsökkentés is egy bizonyos ponton szitokszóvá vált, és hogy lehetett kerülni, vagy érdemes volt kerülni, vagy nem minden esetben volt mondjuk hasznos erről beszélni, de a felépüléscentrikus addiktológiai szolgáltatás, mint egy ilyen halmaz, ebben nagyon jó beleférnek azok az elemek, amelyek mondjuk azon a pontján az ártalmak csökkentésére koncentrálnak. De hogy valahogy én úgy érzem, hogy mostanra az ártalom csökkentés is a felépülésnek a részévé vált, és hogy nincs az az éles határ, hogy akkor most csak ártalmat csökkentünk. Tehát amíg mondjuk a 2010-es évek elején simán meg volt bennem is egy ilyen osztás, hogy most eddig jövünk el, ez eltűnt most arra, és hogy bármilyen beavatkozást bizonyos szempontból a felépülés részének tudok tekinteni. És miért fontos az a szervezeteknél, ahogy bevonjanak tapasztalati munkatársakat? Ez mostanra azt gondolom, hogy alfája és omegája mindennek. Nem tehetjük meg sem stratégiai szempontból, hogy nem kezdünk el valakit bevonni, aki érintett ebben a kérdésben. Képtelenek lennénk tisztán látni. Az, hogy valakit bevonunk egy projektbe érintettként, ez az ő élete szempontjából, hogyha ő mondjuk hátrányos élethelyzetben, az egy rendkívül fontos dolog, az egyik legfontosabb, funkcionál valahol, van valamilyen célja annak, amit csinálok, és hát hatékonyság szempontjából nem lehet összehasonlítani. Tehát én nem vennék részt olyan programban egyáltalán, amit a nulladik ponton nem tapasztalati szakértővel kezdünk el. Nagyon-nagyon jó dolgozni egy tapasztalati szakértővel, az emberi kapcsolatban óriási energiák szabadulnak fel, tehát világok találkoznak,
és szerintem ez is nagyon fontos, illetve akár csak látni az arcát valakinek, akihez elmegyünk tárgyalni egy tapasztalati szakértővel, hogy akkor most ő itt van, és igen, és ő velünk van, és látni az ő arcát, ahogyan ő is feltöltődik ezzel a dologgal. De a legutóbbi munkám során Strauss Róbert tapasztalati szakértővel dolgoztam, meghalt már szegény Robi, Isten nyugtassa, de a kapcsolatunk, mint munkakapcsolat, a legjobb munkakapcsolataim egyike volt. Nagyon-nagyon szerettem vele dolgozni, és nagyon sokat tudtunk haladni ezzel a dologgal, tehát szerintem ez egy ilyen megkerülhetetlen dologgá vált mostanra. Mindig része volt a Kékpont Alapítványnak, tehát akár hogyha a Parti Service nézzük ezelőtt 20 évvel, ahol szintén partizásban érintetteket vontunk be, aztán később a Tűcsere program során annak a vége felé kezdtük el bevonni a tapasztalati szakértőket, de hogy ez egy tanulási folyamat a szervezetben, a szakmai elitizmusunkon túllépni, az amúgy nem egyszerű. Ezt be kell látnunk, hogy akkor el fog menni a érintett, most már érintettem mondok, akkor kliensett mondtam volna, el fog menni WC-re nálunk, hogy együtt fogunk ülni, hogy bejön az irodába, és hogy nagyon-nagyon jó látni azt a fejlődést, amikor valaki azt mondja, hogy ő a munkatársunk, és akkor kap fizetést, és ez a megbecsültség, ez nagyon jó tesz a szervezetnek szerintem. Ja, te is említetted, hogy nagy még mindig a elitizmus ellenállás azért a szakmában ezzel a szemlélettel szemben, és hogy én sokszor találkozok ilyen előítéletekkel, hogy az érintettek nem elég megbízhatók, nem lehet rájuk számítani, nem lehet megbízható munkatársként tekinteni rájuk. Ezzel kapcsolatban mit gondolsz? Szerintem ugyanaz, mint ami bármelyik munkatársnál, ott is van olyan, aki kevésbé lehet számítani. Én a Strauss Robival kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy egyetlen egy alkalommal sem késett el, és mindig a legtöbbet tette az asztalra. Szerintem ez munkamódszertan kérdése. Kétség ki, hogyha valakinek súlyos használati zavara van, akkor nem tudunk ugyanúgy számolni vele, de az elvárásainkat nem ugyanott kell meghúznunk, mint amikor valakinek az élethelyzete egy teljesen jó működő. Én ezt a legkevésbé sem gondolom. Az, hogy valaki tapasztalati szakértőként, az is lehet, hogy csak az első pár merő, az lesz, hogy ülünk egy asztalnál, és ő elmondja, hogy mit gondol arról, amit csinálunk. Mondok egy másik példát, egy másik szintérről. Részt vettem egy esélyegyenlőségi napon, egy esélyegyenlőségi díjátadóban konferáltam, ahol érintettek, tehát különböző mozgáskorlátozott emberek kaptak díjakat. Egy olyan színpadot építettek, ami 4 darab lépcső volt. Tehát, hogyha lett volna, és kérdeztem, hogy van-e valaki, bemondtak valakit a projektbe, aki érintett. Mert ha lett volna, akkor szólt volna, hogy amúgy mi nem bírunk oda fölmenni. Senki másod nem fog eszébe jutni. Tehát, hogy egy óriási könnyelműség nem bevonni érintettet a munkába a leges-leges legelejét, az első gondolattól igazából. Most így a mostani budapesti drogszcénában, ha jól tudom, főleg szintetikus kanabinoid használókkal próbáltok kapcsolatokat kiépíteni, meg bevonni tapasztalati munkatársokat. Mik a tapasztalataitok ezzel kapcsolatban? És terveitek? Igen, ez jó átkötése, mert mielőtt kimentünk volna utcára tapasztalati szakértőnk segítségével, gondoltunk valamit a biofű meg a herbál problémáról, és hát nem is, azt nem mondhatnám, hogy nincsen köszönő viszonyban azzal, mint amit találtunk, de óriási hézagok voltak. Azt tapasztaltuk, hogy egy teljesen párhuzamos Budapest létezik ezen a szintéren, egy nagyjából 200 fős szerhasználói csoporttal, akiket lát az intézményrendszer, de semmilyen módon nem tud ellátni. Ők utcán élő biofú használók, akiket kitiltottak minden nappali melegedőből, annak okán, hogy nem tudták menedzselni az ő szerhasználatukból eredő problémákat, meg általános állapotokat. És akkor, miután megtalált minket az egyik melegedő, hogy segítsünk ebben a helyzetben, mi azt láttuk, hogy semmilyen szolgáltatásunk adekvát módon nem kapcsolódik azoknak az embereknek az életéhez és a felépüléséhez, akik utcán élnek. Nulladik ponti lakhatás nélkül, hiába jár valaki az ország legjobb konzulensihez hetente, semmire még nem fogunk elérni, mert csak lóg a levegőben a felépülés. És miután ezzel szembesültünk, egy picit szembenéztünk azzal az állításunk, amit 10 éve hangozhattunk, hogy ez nem a mi problémánk, hogy ez szociálpolitikai probléma. És lehet, hogy van szociálpolitikai vonatkozás, de ez a mi problémánk is, hogy ők a mi érintettjeink.
És akkor most azon dolgozunk, hogy minél többet megtudjunk erről a szerhasználói csoportról, lássuk azt, hogy honnan érkeznek, milyen élethelyzetből kerülnek ide, milyen az életviláguk, hogyan kapcsolódnak egymáshoz, mi a működés, és hogy amikor ez megvan, akkor első körben szeretnénk véleményvezérek segítségével valamennyire hidat képezni az ellátórendszer felé, első körben vissza a nappali melegedők felé valamilyen módon rendezni a kapcsolatot. Utána pedig a felépülési tudásnak a növelésével megteremti a lehetőséget arra, hogy az egyébként a maga módján egész jól működő terápiás közösségek felé ki tudjuk őket léptetni, amitől azt várjuk, hogy ezek a közösségekben képesek a támogatott lakhatás, vagy a támogatott munkahely felé akkor elindítani őket. Úgyhogy most azon dolgozunk, hogy létrejöjjenek ezek az ágazati együttműködések. Most első körben még mindig szeretnénk többet megtudni erről. Én azt gondolom, hogy még mindig nincs elegendő tudásunk ahhoz, hogy programokat, konkrét programokat fejleszünk. Tehát most be lehet ebbe szúrni több százmillió forintot, úgyhogy amúgy nem lesz semmilyen eredmény. Nem tudjuk, hogy hogyan léptessük ki őket, aki mondjuk a gyermekvédelmi ellátásból pottyant ki mondjuk 4 éve, és most 20 éves, hogy akkor hol lássunk, hol kezdjük el ezt a dolgot. Úgyhogy most ezzel foglalkozunk elsősorban. Én is hallottam ezt a visszajelzést hajléktalan ellátásból, hogy az ilyen idősebb, elsősorban alkoholfogyasztó otthontalanok meg mondjuk a fiatalabb biofűhasználók között van egy ilyen folyamatos konfliktus, és gondolom emiatt is tiltják ki őket helyekről, és hogy szerinted mi lehetne, hogy hozzunk létre egy külön ellátóhelyeket a fiataloknak, vagy próbáljuk meg őket integrálni a meglévő rendszerbe? Hát ez maga a meló, nem tudom. Tehát, hogy pont ezért kéne az, hogy minél többen ismerjük meg ezt a problémát, ebből legyen kutatás, legyen publikáció, olvassuk el, nézzük meg, mert hogy tényleg ilyen nagyon mikroszinten vannak súrlódások. Akkor, amikor valaki szintetikus kannabinoidot használ, nagyon sok esetben úgy érzi, hogy teljesen egyben van. Hogy kommunikál, hogy beszél, de amúgy ez nem igaz. És hogy így neki vág a nappali melegedőnek, és látszik, hogy teljesen készen van. És ha nem engedik őt be, ő nem érti, hogy miért nem engedik be, már készen van a balhé. Ugye itt azért sokszorosan traumatizált emberekről beszélünk, akik utcán nőttek fel, egyikünk itt marad modellben zajlik a kommunikáció, és akkor valaki utána ott marad. És ezeket a konfliktusokat valamilyen módon meg kell tudnunk előzni. Ehhez szükségünk van a nappali melegedő menedzsmentjére, hogy akkor nézzük meg, hogy mi az a szolgáltatási spektrum, amit ők mondjuk még tudnak nyújtani. Gondolkodtunk mi egyébként, abban legyen egy ilyen herbás specifikus nappali melegedő, de hát látva a tűcserprogrammal kapcsolatos averziókat, nem gondolom, hogy a Kékpont Alapítvány, hogy nyitna a Kékpont Alapítvány egy ilyen jó kis herbás specifikus melegedőt valahol a városban, hogy ezt ne gyújtaná fel a lakosság mondjuk a második napon. És hogy ebbe azért nem másznánk bele még egyszer, éppen ezért én azt gondolom, hogy a meglévő ellátó rendszernek meg kell néznünk az elemeit, mi van meg, és akkor abban valahogyan. De ugye itt de megint csak egy konkrét példával próbálunk olyan karaktereket találni, akiket majd mediáció segítségével kisimítjuk a kapcsolatot mondjuk a BMSK-i nappali melegedőivel. És volt is egy jó célszemélyem, akivel találkoztunk, beszéltünk, és nem mondta, de van azért egy ilyen kis, van egy ilyen kis büntető ügy, amit majd még el kell simítani, és kérdezni, hogy mi ez, és hát megtámadta az egyik szocmunkást hajléktalan szállón. És akkor ez nem lesz. Tehát, hogy olyan térből kell válogatnod, ahol már eleve ilyen konfliktusokkal terhel. De hát ez már maga igazából a meló. Köszönöm szépen. Köszönöm.